A legutóbbi szezonban az 5. helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli együttese. A nyári szünetben Tóth Kitti, Földesi Vanessa és Sándorfi Dóra távozott, helyükre Popenko Alexandra, Lizák Kitti és Fekete Dóra érkezett. Az NKS egy hetet edzőtáborozott Csengerben, és két felkészülési meccsen léptek pályára Farkasinszkijék. Azt gondolom, hogy egy jó alapozást tudhatunk magunk mögött. Két felkészülési mérkőzést játszottunk a szlovák másodosztállyal, illetve itthon a szolnoki csapattal. Mind a kettőt sikerült nagy arányú győzelemmel eszközölnünk, és tényleg jól ment a játék mindenkinek. Egy futós-pörgős játékot tudtunk játszani. Úgyhogy remélem, hogy ez a bajnokságban is így lesz. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban az NB1-es DVTK második csapatának vendégeként lép pályára. A DVTK-hoz elutazni az mindig egy ilyen kérdőjelet kell, hogy fölvessen számunkra. Tehát ugye most tudjuk, hogy hétközben játszanak egy bajnoki meccset, és majd a következő héten szombaton. Tehát itt valószínűsíthető, hogy az ÁS keretből szinte minden játékos, akinek csak lehet, az le fog játszani. Tehát eleve úgy kell nekünk neki indulni ennek a mérkőzésnek, hogy egy nagyon erős harci csapattal fogunk szembenézni. Hogyha mindenki játszik, akkor az ÁS keretből 6 játékos fog lejátszani a B-ben, ami azért nem kevés. Tehát nekünk ennek megfelelően kell, hogy készüljünk erre a mérkőzésre, meg is tesszük. Innentől kezdve ha véletlenül aztán mégse így állnak föl, akkor szerintem kellemes meglepetésként fog bennünket ez élni, de teljes előadással készülünk erre a mérkőzésre, és mindenféleképpen megpróbálunk nyerni. A nyíregyházi kosársuli csapatát hazai környezetben először október 11-én a Szeged ellen láthatják a nézők.